Erővágóval érkezett a NAV bűnügyi igazgatóságának elfogó csapata ezeken a felvételeken. A szakemberek egy személybiztonságra és takarításra szakosodott budapesti bűnszervezeten ütöttek rajta. A gyanú szerint egy bonyolult cégláncolatot működtettek kiterjedt alvállalkozói hálóval. Ezen a szinten a cégek valódi tevékenységet azonban nem végeztek, sőt a szükséges technikai és személyi háttérrel sem rendelkeztek. A munkavállalók utáni adókat, járulékokat, plusz a szolgáltatás után fizetendő áfát, hiába nyújtották be a bevallást, nem fizették meg. Még egy plusz elem, hogy fiktív számlákat állítottak ki ezekről a szolgáltatásokról, amelyeket ugye szintén beállítottak a könyvelésükbe, és ezeknek a fiktív számláknak az ellenértékét fővállalkozói bankszámlákra utalták. Erről a bankszámláról a dolgozók munkabérét ugyan kifizették, de a fennmaradó összeget készpénzben, részben az irányítók, részben a megbízó cégek, mint haszonhúzók elosztották. Ezzel okoztak kárt a költségvetésnek. 820 millió forintos kárt okoztak így az állami költségvetésnek. Az erre szervezett, az ennek a megtérülésére és a bűnszervezet bűnös tevékenységének a megszakítására szervezett akcióban, ezt körülbelül 800 millió forint értékben sikerült is vagyonbiztosítás keretében biztosítani. 18 ingatlant, 39 gépjárművet, céges tárgyi eszközöket, vevőköveteléseket és számlapénzeket foglaltak le vagy vettek zár alá. A nyomozók 20 gyanúsítottat állítottak elő és hallgattak ki, köztük a bűnszervezet 3 fő irányítóját, akik letartóztatását a Pécsi Járásbíróság el is rendelte, így ők már biztosan rács mögött várják a karácsonyt. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. Az elkövetők tettükért akár 20 év szabadságvesztést is kaphatnak.